Na srácok, update videó a Riu-val kapcsolatban, és megkaptam a kommentekben, hogy mekkora egy idióta fasz vagyok, hogy ilyen szar motort csinálok belőle, és ennyire örülök neki. Örültem neki, az tény, viszont hát, hogyan mondjam, egy kis hiba, kis porszem csúszott a gépezetbe, bele a fogaskerekei közé, ugyanis 80-as húvókát tettem bele, szerintem. És hát nem 80-as volt, hanem egy 60-as húvóka volt, nem tudom miből sikerült összehozni, de itt volt a húvókás dobozomba. Úgyhogy 60-as fúvóka volt benne, csoda, hogy nem volt benne erő, meg semmi. Emellett meg most így, miután hazajöttem vele az orvostól, mert beteg is voltam a héten, vettem észre, hogy hát a hátsó féket egy picikét befog. Tehát be volt rohadva a hátsó fék munkahenger, azt szétszedtük, megcsiszoltuk, összeraktuk, letömítettük, úgyhogy a hátsó fék is rendben van. Hát igazából most nem tudok erre mit mondani. Nézd meg a felvételt, tehát ez a kis szutyok annyira megy, hogy az valami kegyetlen, és csak egy 50-es kipfogó van rajta, amiben szerintem nincsen belső folytás, mert az kiadta volna magát, meg nagyon-nagyon hangos ahhoz, hogy belső folytás legyen benne. Szerintem az a mélysejt nincsen benne. De jó ez, ez teljesen jó kis szörszfötelős kis járgány lett belőle. Úgyhogy ja, a Riu nem szar, mint ahogy sokan említették a kommentekben. Hello! Tommy! Az utcába rugatják ezek, hát nem hiszem el. Jobban megy, nem? Hát jó, jobban pörög, az biztos. Jobban is megy. Annyi, hogy tényleg kell neki nagyobb fúvóka. Ja. 80-as van benne most. Tényleg az van benne. Tehát akkor mi kell ebbe? Egy karburátor? Nem, fúvóka. Azon gondolkodtam, hogy ki kell cserélni. És megtartani? Egyik megmarad. Ez jobban néz ki. Ja, meglát. De mondom. Ez most tényleg megy. Kibaszott láncfűrész. Kipróbálod? Ja. Még a szaga is olyan. Na, hajra. Most jobban is vált, meg kapott friss olajat. Hát nem sok mindent hallok. Jó van. Hogy és hol ez vágyál? Egy le, többi egy föl. Egy le, hoztam fel? Igen. Duplung, duplung. Gáz. Na srácok, mint látjátok, alakul a masina. Egész jó, lesz ez még jobb is. Nos hát, vettem bele egy 90-es fúvókát, mert egyszer élünk, és már a 80-assal majdnem jó volt, na mindegy, most meg lehet, hogy 90-assal be tudjuk állítani, aztán, hogyha sikerül, akkor van egy fasz a motorunk. Aztán utána jön majd az, csak... akarom mondani, az. Csak annak még más bajai is vannak. Mert persze, hogy nem vettünk jó motorokat, miért vennénk jó motorokat? Teljesen hülyeség jó motort venni. Ez már jó lesz, mindjárt fasza lesz. Csak, já, mindjárt beállítjuk és jó lesz. Na srácok, kimegyünk egyet motorozgatni, mert itt már eleget zavartam a szomszédoknak a nyugalmát. Ide felrakom a kameratartót. Aztán még próbálok állítgatni, mert még nem tökéletes. De most raktam bele egy 90-es fúvókát, raktam bele egy 100-ast is, de azzal nem tudtam beállítani. 90-esen már egész szépen vált a fordulaton, amikor megjön már az erő. De szerintem ez jó lesz. Finom hangolni még kell, de szerintem ezzel most tényleg jó lesz.
Na srácok, ezzel a lánckerékkel 55 a vége, illetve 56. Egyszerűen, ha szana széjjel forgattam, akkor sem tudtam el többet kihozni. Ennyi, kiforogja magát. Most már jó, most már megy. Az lassan koncentrálunk a másikra. Ennyi volt az a kis update, működik a vas, jól megy, jól forog. Igen, ezt a fúvóka dolgot benéztem, de most lettem be egy 90-es fúvókát, most már egy picivel több ereje van, a 100-asnál nagyon fulladt, ott már egy kicsit elég volt neki. Szerintem az a 90-es bőven elegendő ez a hengerhez. Egy kifogó nem ártana rá, mert nagyon magas fordulatszámtól kezd csak megindulni. A motor továbbra is eladó, az ára továbbra sem változott, alkudni persze ér, bár az internet huszárunk már kezd elegem lenni. Szóval aki tényleg érdekel, az írjon rám és az olyan el megnézni, akit nem, azt mondja, ne hagyjon a picsába. De amúgy egész fasza, ma egész délután toltam neki, igazából ezt a kis mérőt az utolsó pár körbe, mikor csak próbáltam minél jobban meghajtani, akkor kapcsoltam be, de szerintem simán jó kis motor. Hogyha ilyen nem lett volna egy 10 évvel ezelőtt, amikor még nagyban motorozgattam, hát megcsókoltam volna mindent és mindenkit. Mert ez tényleg ahhoz képest, amikkel akkor motoroztunk, fenomenális. Na de, foglalkozni kéne azzal a másikkal, úgyhogy sziasztok, erre a videóra ennyi. A Riu fasza!